csak nem 7 millió ukrán menekült az otthonából Nyugat-Ukrajnába a háború elől, állítja az ENSZ menekültügyi szervezete. A nyugati országrészbe érkezőket az ott található segélypontok egyre nehezebben tudják fogadni. Jelenleg 1 millióan próbálnak 5670 településen átmeneti menedéket találni. A tél közelettével egyre nagyobb szükségük van téli ruhákra, hősugárzókra, takarókra és tüzelőanyagra, nyilatkozta az ENSZ szóvivője. Az ENSZ menekültügyi szervezete 2022. októberéig csak nem 3 millió embernek nyújtott segítséget, többek között segélycsomagokkal és anyagi támogatással Ukrajnában. Legutóbbi jelentésük szerint a külföldre menekült ukránok száma lényegesen magasabb, eléri a 11 milliót. Tőlük az ukrán kormány azt kérte, tavaszig ne térjenek vissza hazájukba. A kabinet attól tart, hogy a folyamatos orosz támadásokban megsérült infrastruktúra nem bírná a terhelést. A tüzérségi és bombatámadások az ország energiaszektorának 30%-át semmisítették meg.